maghőmérő segítségével, ha ezt csatlakoztatjuk a készülékhez, akkor a kijelzőn megjelenik ugye a kis maghőmérő, illetve mutatja majd az ételnek a belső hőmérsékletét, így a teljes sütési folyamat alatt nyomon követhető, hogy milyen hőmérséklet uralkodik az étel belsejébe. Azoknál a készülékeknél, ahol vannak előre programozott receptek, és használjuk az ilyen receptek használata közben a maghőmérőt, akkor még azt is nyomon tudjuk követni, illetve úgy is tudjuk programozni a sütőt, ha például egy steaket sütünk, hogy annak véres, közepesen átsült vagy jól átsült legyen a belseje, ennek segítségével ez folyamatosan nyomon követhető, illetve programozható úgy is a sütő, hogy a beállított értéket ha eléri, akkor automatikusan ennek segítségével majd le is kapcsolja a készüléket.